azt szeretnénk, hogy a családi házban az óvatlan szemek és tekintetek semmiféleképpen se engedjenek betekintést a házunkba, akkor bizony arra a sövény a legjobb megoldás. Azonban, hogy mit kell tennünk annak érdekében, hogy ilyen csodálatos legyen, arról állandó szakértőnként kérdezünk. Szia, Eszti! Szeretettel üdvözöllek újra csak a műsorban. Mesélj nekem egy picit észre, Sarom, mivel privátban egyébként is beszélgettünk, nekem is szükség lesz majd sövényre, de hogy nagyon sok fajta van, és talán feltételezem, hogy ezek öntözése, ápolása is másfajta mechanikát igényel. Mesélj nekem, mit kell tennünk annak érdekében, hogy ilyen csodálatos sövénye legyen mindenkinek. Nagyon fontos az, hogy az ültetést azt nagyon alaposan készítsük elő, tehát ilyen szép sövény gyakorlatilag majdnem mindenhol lehet tenni, ültetni, viszont az a lényeg, hogy nagyon alaposan cseréljük ki a földet, jó minőségű kerti ültetőközegbe tudjuk ültessük őket. Akkor nem olyan föld kell hozzá, mint ami nálunk van most. Nem, ami nálatok van, az nem túl ideális. Tehát mert hogy nekem le kellett fotóznom, és le kellett videóznom, és ezt el kellett küldenem Esztinek előtte, és ebből már ugye valamiféle látóképet kapsz arról, hogy mi kell oda. Igen, nálatok nagyon kötött agyagos talaj van például, ezt mindenképpen föl kell javítani, mert nem lesz elég például egy babérmegy, amit itt megcsodáltál, ennek nem lesz elég a tápanyag abban az agyagos földben, azért jó alaposan ki kell cserélnünk a földet. Minél több földet ki tudsz cserélni, majd ott annál jobb és szebb lesz a sövényed. Itt is egyébként egy olyan hegyoldalon vagyunk, ahol nagyon kötött, nagyon rossz minőségű a föld, de 40 cm mélyen ki lett az egész sövény alatt teljes sávban cserélve a föld, és ezáltal ilyen gyönyörű sövényeket kaptak. Hány év alatt? Ez 15 éves ez a sövény. És na, szerelme, mire a Medox végez a középiskolában lényegében, nekünk is hasonló sövényünk lesz. Ennek igen, azért az öntözése, folyamatos karbantartása, miket igényel? Viszonylag ez elején minden sövényt, amíg begyökeresedik, öntözni kell nagyon sokat. Az azt jelenti, hogy az első 6-8 hétben általában 2-3 naponta mély rétegűen alaposan meg kell locsolni. Tehát nem elég, hogyha egy kicsit csak ott egy-egy fél vödörnyit ráöntünk. Hogy 40 centi föld van alatta, igen, gondolom. Minél mélyebben a gyökereket próbáljuk arra serkenteni, hogy lemenjenek a vízért. Tehát alaposan, minél alaposabban belocsoljuk, annál jobban, annál hamarabb fog meggyökeresedni, és annál szebben tud majd később fejlődni a növény. Ebből a sövényből már többször vágtunk egyébként, tehát hogy nem kell feltétlenül 15 évet várni rá. Ó, jó. Gyakorlatilag a kertészetben általában... Ó, ez innen indul? Igen, egyen meg a kis szívét, picit, ha egymás mellé rakjuk a kettőt, igen, akkor azért látható, hogy... azért ez rengeteg. Hányat ültettünk ide ebből? Mondjuk 4000-et? Nem, mondjuk ebben a sorban körülbelül egy olyan 30 tő van. 30. Gyakorlatilag mondjuk a babér megyet úgy 1 méterenként, 1 méter 20 centinként, de akár még szélesebben is lehet ültetni. Ez attól függ, hogy a pénztárcánk mit bír, illetve hogy milyen hamar akarunk takarást kapni. Tehát nyilván, ha valaki mert most rögtön takarást akar, akkor ez egy picit a kis növényt is sűrűbben fogja ültetni. Amit nem szabad elmulasztani, hogy látod, ezeknek ilyen szép hosszú hajtásai vannak, ez az idei friss hajtás, ez a szép ez zöld, a zöldebb hajtás. Igen. Tehát azért ez nem olyan kevés, azt hiszem, egy évben egy növénytől. Viszont, hogyha ezt így hagyod, akkor ez egy szét fog nyílni ez a sövény, és nem kapsz egy ilyen szép takaró felületet. Úgyhogy ilyenkor ültetés után fogunk egy metszólót, és... Jaj, én ezeket annyira nem szeretem, annyira bort. Tudd be a szemed. Jó, igen, páf! Páf, igen. Tehát ezt azért csináljuk, mert ha megnézed, itt vannak pici kis hajtások, amik most ott el fognak ágazódni, és ezáltal sűrűbb lesz a növényünk. Itt lényegében ugyanaz a teendő. Igen, nem? Itt lényegében idáig ugyanaz a teendő. És itt hol vannak ezek a tövében? Látod itt, ezek, a minden, ezek a minden levél, levél nyílnek a tövébe, van egy kis rügy. Aha, és akkor az odáig vágod? Igen, mert odáig. Itt is van rügy, de akkor a barnaság felül írja? Nem, ez körülbelül a méretet állítottam be, hogy ja, hol szeretném, hogy elágazódjon. De akkor ott. Egy kicsit séhen vágod a metszőollóval, az jó tesz, de ilyen kis növénynél ez még annyira nem számít. Ja, lehet, hogy butaságot kérdezek, de hogyha most ezen itt végig mennénk össze-vissza metszegetnénk, nem tudnék ebből elvinni egy 10 zsákot, amit el tudok ültetni? De igen, lehet őket hajtatni. Tényleg? Akkor... Ezt a viccből kérdeztem, igen, csak ez így önmagában. Lehet, tud bokrosodni? Tud bokrosodni, viszont ez fajtánként változik, hogy mennyire alkalmas rá. Ilyen egészen kicsi kis fejdugványokat érdemes belőle vágni, leszeded róla a leveleket, tehát a felső 2-3 levelet hagyod és rajta. Ezt ültet, ez maga a ezt ferdemeclappal vágod, tehát hogy mindenképpen még egy kicsit még... Mellévágó metszőollóval. Igen, bemártott hormonporba, azt lehet hormonporba a gyökeresedést serkenti, és így tőzekbe bedugdosod ezeket a kis hajtásokat. És szépen locsolgatod, párás helyen tartod, hidegtől, nagyon melegtől véded, és akkor ugye elkezdhet gyökeresedni. De akkor ugye innen fogsz elindulni, és mondjuk ami ekkora volt az előbb a növényünk, azért a kettő között is van egy legalább 4 év. Úgyhogy, viszont költséghatékony megoldás, hogyha valamelyik ismerősünknek van, igen, akkor ott kérhetjük ezeknek a hajtásoknak a elhozatalát. Így van.
Szomorúan búcsúzom, ugyanis ennyi volt már a szépítők, még a nap is elment. Tegyenek önök is így, pihenjenek, vigyázzanak magukra, ne felejtsék. Jövő héten velünk a Super TV 2-n találkozhatnak, a TV 2-n pedig új adással jövő héten jelentkezünk. Nagyon jó egészséget kívánok mindenki számára, a viszontlátásra! A műsorszám támogatója, az otthonügyek szakértője, az ingatlan.com. A műsor támogatója, a Weber Neon fényfestékek gyártója, a Saint-Gobain.